Üdvözöllek benneteket! Aktuális leckénkben a szorzat oszthatóságát gyakoroljuk egy kidolgozott feladatokon keresztül. A feladatunk így szól, anélkül, hogy kiszámolnánk a szorzatokat, határozzuk meg a következő oszthatóságokat. Íme adott 4 szorzat, nem szabad elvégeznünk őket, anélkül, hogy összeszoroznánk, le kell ellenőriznünk, hogy oszthatók-e 20-szal, 10-szel, 28-szal, illetve 30-szal. Nézzük, hogyan oldjuk meg ezeket a feladatokat. Az A feladatunk, a 16x15 szorzat oszható-e 20-szal. Ha külön-külön leellenőrizzük az oszthatóságot, a 16 esetében azt látjuk, hogy nem osztható 20-szal, ugyanez a helyzet itt a 15 esetében is. Ilyenkor megpróbáljuk a 16-ot és a 15-öt fölírni tényezőként, tehát szorzatként. Hát a 16-ot legegyszerűbb fölírni, mint 4x4. A 15-öt föl tudjuk írni, mint 5x3. Ezekből a tényezőkből próbáljuk meg szorzatként visszakapni a 20-at. Ezt megtehetjük úgy, hogyha a 4-et és az 5-öt összeszorozzuk. Mivel találtunk ilyen szorzatot, ezek szerint a 16x15 szorzat igenis osztható 20-szal. Hasonlóképpen oldjuk meg a következő feladatokat is. A 35x8 szorzat ellenőrizzük le, hogy osztható egy 10-szel. Ha külön-külön leellenőrizzük, a 35 nem osztható 10-szel, ugyanúgy a 8 sem osztható 10-szel. Próbáljuk meg akkor tényezőként fölírni a 35-öt, illetve a 8-at. A 35 esetében egyértelmű, hogy az 5x7 lesz, míg a 8 esetében ez pedig a 2x4. Ezeknek a tényezőknek a segítségével, tehát az 5-nek, a 7-nek, a 2-nek és a 4-nek a segítségével próbáljunk meg 10-et kapni. Ezt megkaphatjuk úgy, hogyha az 5-öt és a 2-t összeszorozzuk. Mivel fölírhattuk a 10-et úgy, mint 5x2, tehát tényezőként visszakaptuk a 10-et, így elmondhatjuk, hogy a szorzat igenis osztható 10-szel. A C feladatunkban ugyanez a két szám szerepel, de most 28-al való oszthatóságot kell ellenőriznünk. Úgy szintén, mint az előző feladatunkban, ha külön-külön leellenőrizzük, azt látjuk, hogy se nem a 35, se nem a 8 nem osztható 28-al. Próbáljuk meg külön-külön tényezőkre bontani. A 35-öt felírhatjuk úgy, mint 5x7, a 8-at pedig úgy, mint 2x4, hasonlóképpen, mint az előző feladatunknál. Ezeknek a tényezőknek a segítségével próbáljunk meg szorzatként a 28-at fölírni. Ezt megtehetjük úgy, hogyha a 7-et és a 4-et összeszorozzuk, mivel a 28-at föl tudtuk írni tényezők szorzataként, 7x4, így az adott szorzat igenis osztható 28-al. Hát folytassuk ezt a szép sorozatot, remélhetőleg az utolsó szorzat is osztható lesz. Itt azt látjuk, hogy 3 tényezőnk van. Ha külön-külön leellenőrizzük, először is a 22-t, láthatjuk, hogy nem osztható 30-al, ugyanez a helyzet a 9-el is, ő sem osztható 30-al, és az 55 sem osztható 30-al. Külön-külön ezeket a számokat írjuk föl szorzatként. A 22-t föl tudjuk írni, mint 2x11. A 9-et legkönnyebben úgy tudjuk, hogy 3x3. Az 55-öt pedig értelemszerűen 5x11. Most 30-at kell fölírni szorzatként, úgy, hogy felhasználhatjuk a 2-t, a 11-et, a 3-at, a 3-at, az 5-öt és a 11-et. Nagyon egyszerűen megkaphatjuk a 30-at, úgy, hogyha összeszorozzuk a 2-t, a 3-at és az 5-öt. 2x3 az 6, 6x5 az 30. És mivel a 30-at fölírhattuk tényezők szorzataként, így állíthatjuk, hogy ez a szorzat igenis osztható 30-al. Ezzel feladatunk végéhez is érkeztünk, köszönöm a figyelmeteket!